Nekünk még a nap is fel kell, minden áldott nyomvott reggel. Elég csúnyán nézek te rád, önts már rám a forró teját. Tetejébe vajas kenyér, majd nem fordul, amíg leér. Ez a nap is olyan lesz már, kiszáradt az összes lekvár. Még a csend és égig kiállt, még a csend és égig kiállt, még a csend és égig kiállt, még a csend és égig kiállt. Ez a nap is kínban telik, ez az este most meg melyik? Pillanatokon belül kezdődik ugye a dalműhely itt az A38 hajón. Müller Péter Sziámival beszélgetek. Köszönöm szépen, hogy még a dalműhely előtt beugrottál hozzánk. Köszönöm az érdeklődést, meg hogy itt lehetek ebben a kellemes vízi környezetben. Ugye, hogyha a KH-ig visszamegyünk, az azt jelenti, hogy 2020, amikor a napi dalt elindítottad a YouTube csatornádon, dalkezdeményeket, dalszövegeket dobtál föl, kvázi gondolatébresztőként, és ebből lehetett dalokat készíteni, ebből kezdtek el a vállalkozók dalokat készíteni. Mi volt az alapcél, az alapkoncepciód ezzel a napi dallal? Ez egy spontán fejlemény volt, mert párhuzamosan két dolog történt. Az egyik az az volt, nem volt még Covid meg semmi, hogy kitaláltam egy kiváló zenész barátommal a beszélgetés nyomán, hogy én beviszek egy ilyen rendszert az életembe, mivel nagyon dal volt most a középpontban hosszú ideje. Azt találtam ki, nekem az lesz a munkahelyem, hogy fölkelek, elküldöm a gyerekeket a suliba, és utána van 1-2-3 órám, és addig nem állok föl, amíg nem jut az eszembe egy dal ötlet. És dal ötlet alatt, hát nagyon ritkán értettem zenét, hanem inkább egy olyan dalstruktúrát, ami nem csak egy vers vagy egy szöveg, hanem benne van az is, ebből körülbelül milyen dalt gondolok. És ezeket elkezdtem magamnak gyűjteni. Már abban a periódusban előfordult, hogy jött egy-egy előadó szöveget, két megmutattam, megtetszett valami, de közben én tanítottam, az egyetemen Versdal Akadémián tartottam ilyen rendhagyó irodalomóra címen könnyű zene órákat a iskolákban néha, és a Versdal Akadémiáról a csoportból fölhívtak, amikor kitört a Covid, hogy nem akarjuk-e valahogy online folytatni. Most erre nem volt külön elképzelésem, az, amit csináltuk, az egy ilyen személyes jelenlétet kívánt, és azt mondtam, hogy egy ötletem van, hogy nekem most már van 100 dal ötletem, ezeket én elkezdem naponta kirakni, nézzétek, és akinek fejlesztési ötlete van, az jelezzen vissza, küldje el, és elkezdjük együtt megépíteni a dalt. És akkor ebből elindult egy teljesen váratlan ilyen lavina, mert a 20 ember helyett 2000 valány szerintem föliratkoztak a csatornára, és most már megvan az egy évnek a mérlege. Az úgy néz ki, hogy 300 zeneszerző, ezt nem idézőjelben mondom, de hát különböző szinteken, tehát a zeneóvistól a Kossuth-díjasokig, és köztük a középkorosztály, meg a fiatal zenekarok, a Muzsik és Volkovától Lóci játszik, a Pál utcai fiúk, másik János, nagyon sokféle ember jött az Odett, akikkel dolgoztam meg, akikkel még nem dolgoztam, és körülbelül 300 szerzőtől, vagy társszerzőtől több mint 1000 dal érkezett. Mit jelent számodra a dal? Mitől lesz jó egy dal? A dal kezdeményt te feldobod, és gondolom rendkívül sokan különböző módon fogják meg ezt a kezdeményt, és különböző dalok születnek. Mitől lesz jó a dal Müller Péter Sziámi szemében? Ez először is, hogy nekem a dal azt jelenti, hogy az életeik nagy rejtélye. Tehát szerintem a dal felől lehet a legjobban megfejteni azt a marha nagy kérdést, hogy egyáltalán a művészet miért hat az emberekre, meg mit keres az életünkben, hiszen főleg a városi élet az annyira pörgős meg gyakorlatias lett, hogy nem tudom, hogy marad idő egy nem közvetlenül hasznos dologra, amikor hát a villanyszámmal problémát alig bírják megoldani az emberek, és mégis arra mindig szakítanak időt, hogy vagy meghallgassanak olyan zenét, ez a leggyakoribb, vagy elmenjenek egy színházba, vagy megnézzenek egy filmet, ami ugye legfeljebb leképezése a valóságnak, de gyakorlati
haszna hirtelen nincsen. És ennek a, mondjuk így, hogy művészet nevű tevékenységnek a legsűrűbb közepe a dal. Tehát ez mindig iszonyú nagyot üt, ha jó, és a számomra ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én minden műfajban, Magyarországon szinte minden előadónak és zeneszerzőnek írtam már dalszöveget, dolgoztam velük, és nagyon különböző műfajokból, stílusokból valahol ugyanaz a lényeg ragyog ki, és én ebben szeretek foglalkozni. Ma este itt az a 38 helyen, ugye a kiállított térben mit láthatnak, ha haladnak majd a rajongók? Itt most az történik, hogy egy-egy ilyen adás alkalmával elhívok egy-két vagy három olyan embert, aki neki látott valamilyen szinten a Napidalnak. Igyekeztem úgy válogatni, hogy ezek a maguk módján mind érdekesek és tehetségesek legyenek, de azt nagyon hangsúlyozom, és hatszor aláhúztam, hogy ez nem egy tehetségkutató, tehát érdekelnek a tehetségek, de például soha nem mentem el, és nem mondom ki a műsor neve, de hívtak mentornak, meg zsűritagnak, az nem annyira érdekel, de az, hogy a sors kiket és mit dob, és mit csinálnak, az izgat. Tehát különböző szintekről hívtam el embereket. Ma például a mai két vendégünk, a Szili Péter, aki nagyon régen zenésztársam volt a Sziámiba, aztán külföldre ment zenélni, és a Covid alatt hazajött, és rácuppant el a témára, és azt hiszem, hogy 40 dalt körülbelül elindított, de, és nem ő a bajnok, bár ez nem egy bajnokság, mint mondtam, de a Bércesi Robi az 53 dalötletet bontott ki, és demo szinten csinálta meg készül egy lemez is ebből, és van egy olyan fickó, álljon itt a neve, egy nagyon drága kollega, úgy hívják, hogy Sven Kandás, aki pedig mind a 366-dal párhuzamosan a fejleményekről végigcsinálta, és neki is készül már a lemeze jelenleg. Hát, 100-nál több dalt jelentettünk be a jogvédőknél, mint közös szerzemény, és hát 1000-nél több dal futott be. Most tehát itt lesz Szili Péter Susu, aki, mint mondtam, az zenésztársam, és egy ilyen elképesztően érdekes új felfedezettőt, úgy hívják, hogy Fehér Anna, és ő is színésznő, mint a híres Fehér Anna, de ő még a Kaposvári Színművészeti Egyetemre jár, és megcsinált két dalt, és annyi a specifikum a dolognak, és mögé raktunk egy zenekart. És ez az Atmo. Az Atmo ez... zenekar, amit én kaptam ajándékba a műsorhoz, tehát az volt adva, hogy ők a keddi műsorfolyamban mindig a, mondjuk itt a beengedő zenét, meg a végefőcímet megzenésítették, de hát én behúztam őket egy emberpróbáló helyzetben, mert azt mondtam, hogy oké, tényleg csak az elején meg a végén valamit improzatok, hanem összeraklak ezekkel a zenészekkel, akiknek nincs zenekaruk, vagy nem hozzák, és hangszereljétek meg, és játsszátok el velünk, és nagyon izgalmas dolgok jöttek ki. Hát Péter, sok sikert kívánok akkor nektek a ma estéhez, és köszönjük. Gratulálok ahhoz, hogy ennyi szerzőt, ennyi jövendőbeli szerzőt meg tudtál mozgatni az elmúlt egy évben. Köszönöm a beszélgetést, mi pedig most megyünk tovább, és meg is nézzük egy részletet a dalműhelyből. Nézel ránk, mint egy benszülött, leplezetlen gyanakvással, két bizalomteli pillanat között. Retteg a vihar, mert tudja magáról, hogy ki szokott törni, mert az az ő dolga, és olyankor aztán mindent legázol. Mi vagyunk a zsarnok, a gyilkosai, mi vagyunk a kegyetlen orosz fél, mi vagyunk a végtelen pusztító villám, aki fél, mint tőlünk fél. Mi vagyunk a messzelen igazság, mi vagyunk a kiontott gonosz vér, az utolsó utáni ítélet vagyunk, aki fél, mint tőlünk fél. Úgy állunk itt szemben veletek, ahogyan a gyűtről.